Üdvözlök mindenkit nagy tisztelettel, Jászárok szállásról. Dolgozók Horgász Egyesületének pereslaposi horgászszaván vagyunk. Afrikai harcsal telepítünk. Mutatom a csapatot, akik segítenek. És majd jelzek is Tibinek, hogy kezdjük, Tibi. Mai dátum pedig június 30-a van, csütörtök, és 11:30 pontos idő. Ez már a második harcsa telepítésünk. Hogy mérlegeltük, ilyen 3,5 kiló környékén van az átlag. 13,40 volt a 4 darab, ugye Béla bácsi? Szépen nagyon. Az egy gyerek, gyerekek. Nagyon szépek a dob, Béla bácsi. El kell, hogy mondjam, hogy új írnokom van. Mindjárt mutatom. 930. Új írnok. És Dékány Lászlónak hívják, Gabi már segít nekem. Mindjárt mutatom. Csak ugye most a harcsa az fontosabb. Józsi bácsi nem tudott kijönni. Meg is kérdezzük Lacit, hogy mennyi van a kis tóba, mert abban már beletettünk. 3. Több mint 100 kilót. 10,80. Sziasztok! Laci, mennyi van a kis tóba? Mennyit tettünk bele? 100? 105 kiló? Oké, tehát 105 kiló már benne van a kis tóba. Telepítés után horgászati tilalom van, egészen július 2-ig, szombat reggel 5 óráig. Szombat reggel 5 órától lehet majd horgászni. Béla bácsi birkózik a harcsával. Szeretettel várunk mindenkit szombaton. 13:40. Vendégkorgászokat, horgásztagjainkat. Reggel 5 órakor lesz egy rövid dudaszó, és akkor onnantól kezdve lehet horgászni. Fúj a szél, nem tudom, hogy majd mennyire fúj bele a mikrofonba. 3. Reméljük, hogy nagyon nem. Szépek nagyon a harcsák. Szarvasról érkeztek. Nagyon sokan felhívnak telefonon, kérdezik tőlem, hogy jönnének horgászni vendégek napi egyel, hogy lehet-e jönni éjszakára. Éjszakai napi egyes horgászat nálunk csak horgásztagjainknak megengedett, tehát napi egyel, akik jönnek horgászni, azoknak csak 11:20. Világosodástól sötétedésig lehet horgászni, tehát reggel 5 órától 8:30-9-ig, este 9-ig lehet horgászni. Éjszaka nem lehet napi egyel horgászni. Látszik a személy. Ahogy említettem, az elején ez már a második harcsa telepítésünk. Valószínű, hogy hozni fogunk még harcsát. Pontos időpontot most nem fogom tudni megmondani, majd a vezetőséggel megbeszéljük, hogy mikor. Szépek. Szépek nagyon. Hopp, hopp, ahol van. Aha, az is aki lép.
meg akar lógni. Béla bácsi már rutinos. Mondjuk Békány Laci érti ezt nagyon, de hiába. Aha, mondjuk... Aha. Jó. Jó van, Béla bácsi is mondja neki. Aha, Gabi is. Fogjad, Gabi? Jó, ügyesek vagytok. Három. Ilyenek ezek a harcsák. Csak megjárják. Ilyenek ezek a harcsák, igen. 11.30. Még most nyugodtak. Elmúlt évben sokkal virgócabbak voltak. Kivételesen most itt elől pakoljuk bele a harcsákat. Az előző telepítés, azt levittük a tónak a másik végére. Négyes. Ezt most itt elől pakoljuk bele. A két tó között. Aha, ahol megy már mind a kettő. Mondjad nekik, Béla bácsi. Az a kettőséggel csúszik. Na, Sanyi? Aha, jó. Annyira szép színe van a kesztyűdnek. Igen. Nagyon szép színe van neki. Tapad. Igen. Békánynak a szép színe is. Igen. Szépek a harcsák. Várjuk a végét, még nem tisztelt a végére. Három. Ezek normális. 11.60. Nekünk ez a megszokott itt a tóparton való mérlegelés. Nagyon sok egyesületnél csúszdású módszer van, elmennek a halakért. Mi ezt abszolút nem támogatjuk. Nincs nekünk ezzel semmi bajunk, de mi azt szeretjük, amit itt átveszünk. Amit itt lemérlegelünk, mi ezt fizetjük ki. Nem kerülhet bele egyéb hal a vízbe, mint például a törte harcsa, vagy a busa. Három. Csobbant, lehet, hogy még a kamera is olyan lett, nem baj. Meg én is vizes. Ne törődj vele. Jó idő van. Tehát mi mindig a tóparton mérlegelünk. Megadjuk a módját neki, az biztos. Majd lassan kifogy már ez. Most járunk 8 percnél. Ezt a tartályt már... Három. Levideózzuk. Szerintem van a tartályba. Rajta fedél, meg zsalupé. Rázajöttünk, az összes kim volt a kárba. Na, megnyugszik-e? 8-8 van. Na, Tibi, van-e még benne? Van. Van, még már kettő benne is van. Aha. Most is kettő tartályba érkezett, körülbelül 550 kg lesz az autón, de csak akkor tudjuk pontosan, amikor lemérlegeljük. Aha, van még benne egy, igen, volt. Három. A másik tartályt már nem fogom felvenni. Tehát az utója. Az jászkeszeg. Az, az. Hogy mondod, Zsolti? Az. 960. Tiszta volt a víz. Abban a tartályban már nincs. Megmutatom még egyszer a csapatot. A másik tartályt már nem veszem fel. Sanyi integet, Jani bácsi is integet, mindenki integet. Mutatom Lékány Lászlót. Másik oldalt van, igen, tehát ő. Sárga székbe. Tanulja a számokat. Itt van a barátom. Jó, mondjuk neki vetközött egy picit, de nincs ezzel semmi baj. Hogy köszönünk, László? Báj, nagyon jó. Tehát most ő lett az írnokom. Adtam neki papírt, tollat, nagyon ügyes. Diktáljuk neki a számot. Mutasd erre a papírt. Ott van, nagyon jó, tehát jegyzetelt is. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Várunk mindenkit sok szeretettel. Július 2-án szombaton, reggel 5 órakor lehet horgászni, nyomni fogok egy dudaszót reggel. És akkor ezt a videót pedig fel fogom tölteni a Facebook oldalunkra. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet!
Kosszak Zsolt voltam, a Horgász Egyesület elnöke. Viszlát!